Bárkészítő szomszédságban lakó fiúnak eszébe jutott, a bába megrendelhetné az öreg mestert, béskopogtatott, és előállt a kíváncsiakkal. Szeretnék egy bábot csináltatni, mert ettől függ az előadásunk sikere. A mester megörült, hogy újra szükség van a munkájára, és egyből rá is bólintott. Megígérte, hogy elkészíti a csodabábot. Hamar meg is tervezte, színesre, pompásra akarta csinálni. Csak másnap jutott eszébe, hogy a pénze nem elég arra, hogy színes drága anyagokat és még másféle kellékeket megvásárolja. Előre soha nem fogadott el pénzt a munkájáért, ehhez szigorúan tartotta magát. De akkor mi legyen? Végről maradt ugyan néhány remekbe szabott bábfigurája, de azokat gyerekeiként szerette, és semmiképpen nem kutította volna meg az öltözetüket. Nem szedte volna őket szét semmi pénzért, még az új csodabáb kedvéért sem. Hiszen ez a néhány üreg báb volt az ő mesterségének címe. Éjszaka nehezen aludt el, de az utolsó gondolata az volt, és sajnos vissza kell mondania a báb elkészítést. Amíg ő aludt, az öreg évtizedekkel azelőtt készített bábok életre keltek és elkezdtek tanakodni. A király kisasszony ezt mondta. Még ránézve is kellemetlen lenne, ha a bábkészítőmester nem teljesítené a megrendelést, hiszen ebből az emberek arra következtetnek majd, hogy nem képes elkészíteni az udvari bolondot. Nem elég gazdag már a fantáziája. Ezt nem engedhetjük. A királyfi és a többi báb azonban kardoskodott. Ez nem ilyen egyszerű. Egy mester az mester van. Akárhogyan is alakul a helyzet, a régi dicsősége nem függhet egy megrendelés elutasításától. Ali Baba senkinek nem állt a pártjára. Én csak egyet mondhatok, nincs olyan mester még a fővárosban sem, aki nagyobb oldal készítette volna el a kumbori orú papucsomat, és fényes szadékből készült turmákkal. A bábok közül síva, istenő és a bölcsbadoly nem szól el, csak csendben hallgatott és gondolkozott, majd a bagoly így szólt. Mi már olyan régóta a mester birtokában vagyunk. Gyerekeinként szeretnéted, őrzött bennünket. Meg nem vált volna tőlük, semmi pénzért sem. Eszébe sem jutott, hogy hozzánk jöjjön, szétszedjen bennünket egy új báb kedvéért. Most itt lenne az alkalom, hogy mindezt megtaláljuk neki. Szavait nagy csend fogadta, mégis mindenki megértette, hogy a bagoly mire gondolt. Az egyik én felajánlom a két legszebb gyönyemet a nyakláncomból, hogy a mester az udvari bolond sapkájának kacskarinó szarva végére illeszthesse. Biztosan nagyon jól fogok mutatni, és nekem még marad elég gyönyem. Én a csikkéjéből adnék egy keveset, remetne a bolondot, hogy úgy beszállnám. Én odaadom az új jövevénynek a formás, udvari orvokusomat, amelyek már ennyi a lombosszörű farkas mutnám egy részéből készítsenek hajlakfalót. A szóltan síva istennő bábot eddig is soha senki nem hallotta megszólalni. Most már meglepetésükre felajánlom kettőt a karré közül, mivel maradt neki még elég. Királyfinek már nem is akar más dolga, mint éles tagjával. Felajánlott kell a darabokat, csikkét, majdnem valószínű darabkát levágni, a gyönyöket megattintani, lefeszegetni a papucsot Alibaba barámban. Síva istennő a szokott nyugodtságával fogadta, amikor két hajjákkal megszabadította, még csak fel se szik.